Ünnepélyes keretek között átadták a Bonyhádi Agrárlogisztikai Központot. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, nem csak a város, hanem Tolna megye és az ország is gazdagodott ezzel a beruházással. Kiemelte, Bonyhád és környéke, miként a körzetébe tartozó kisebb települések is jelentősen fejlődtek gazdaságilag az elmúlt években. Büszkék lehetünk az elmúlt évekre, amivel ezt a környéket tudtuk gazdagítani. Itt nem csak arról van szó, hogy a kis településeken, illetve a városokban felújítottuk az intézményrendszerünket, hanem arról is, hogy jelentős gazdasági beruházások történtek meg, illetve fejlesztések, és ezzel is ez száma az átadóknak. A több mint 1000 négyzetméteres csarnok fele hűtött tér, ahol különböző mezőgazdasági termékeket lehet tárolni, mondta el Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere, aki hatalmas sikerként könyvelte el, hogy át tudták adni az agrárlogisztikai központot. Az agrárlogisztikai központ építése Bonyhádon címmel adtunk be a területi operatív program keretén belül pályázatot. Ez a pályázat egyébként egyike volt annak a 16 uniós pályázatnak, amelyet megnyert az önkormányzat összesen 4,1 millió árdos értékben, és ebből ez az egy projekt 450 millió forintos támogatást kapott. Az eseményen a topforrások elosztásáért felelős Tolna megyei közgyűlés elnöke Fehérvári Tamás is részt vett. Ő arról beszélt, hogy a program hamarosan folytatódik. Több mint 40 milliárd forintnyi forrásból fejlesztetnek hamarosan a Tolna megyei települések. Felkészültünk arra, hogy ha eldördül a startpisztoly, akkor Tolna megye települései információval a birtokukba, pénzösszegek ismeretében, célok ismeretében, és a saját terveik ismeretében és a jövőik érdekében neki fognak tudni állni, fejleszteni, újra tervezni, és javítva Tolna megye további képét, helyzetét, gazdasági lehetőségeit. A Bonyhádi önkormányzat telephelyeket kíván kialakítani a vállalkozások számára az agrárlogisztikai központ mellett elterülő több mint 5 hektáros területen. Az újabb fejlesztés szintén topforrásból valósul majd meg, aminek az előkészítő munkái már zajlanak.